Hát lehet, hogy ezt le kell mindenképpen győznöm. Hűhűhű! Egy kicsit többet sebez. Hűhűhű! Á! Nem lehet meg. Kritikál. Találtam egy kis életet. Pump's got a heat sink. Might be a way to stop the Horus from cooling. I better take a closer look. Let's see if we can overheat the Horus with this thing. What are you up to? There it is. Seika, wanna do the honors? You got it. There it is. Seika, wanna do the honors? You got it. There we go. I'll get the other one for you. Na, bedöglött a ütő. Ajaj!
Ja, és az utolsó pillanatban akkor felrobban. Aha. Hogy érted, hogy akkor nem lesz? Ja, hogy ez már a... Ezeket kell kilőnöm. We can't let it reach open water. Seika, I need you to keep the horse on the beach. On it. I'll be the bait. Aha. De megvan. Aha. I gotta get closer to target the heat sink on its underside. A bazd meg megy. Egyszerűen nem tudom lőni. Még mindig nem. Hogy, aha, vannak egy védelmi rendszer. Megrontók. Hol vannak? Hol vannak a megrontók? És látom. Ja, hogy ott vannak. Heat sink.
got a cover on it. Spear might break it. I gotta get up there. Climb one of the legs. After I crush you, I will take my chosen to the stars. I've gotta dive! Now's my chance. Ha? Értem. Ha? Még nem készültem fel. Scaling a horse on the move. Right. Easy. Pants being the bait. Bazd meg, hát... Persze mindenre kell a kapaszkodókat építeni. Megyek, futok, 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 futi, futi, futi. Chance. Stay in the air for now. I'll check it out. Mit csináljak? Honnan lehet őket meglőni? Na? Powering up.
se tudom, hogy... Nyitotta. Egyet tudtam. Egy karel. Tette. Még van kettő, ahogy látom. Gyerünk. Launcher's heading for deeper waters. He's not getting away. Go get him. Blowing up that last heat sink might have breached the hull. I gotta get inside and find Laundra. Breaking down. Good. Better get in there before Laundra makes repairs. Light. It could be coming from inside. Jó van, megyek már. A breach. Várjatok, srácok. It might be my way in. Ah.
find Wandra. I think buzzing it's all. Aloy! Wandra's bringing the horrors back up to the surface! I'll climb up and find him. Wandra has to be wired in to control this thing. That makes him vulnerable. He's gotta be near the processing room at the front. Catch me if you can! Aha. Akkor ezt most újra próbáljuk. Na, ezt látjátok, hogy ez teljesen hasztalan volt. Na, nézzük. Ha? Ha? Eddig tök jól működött. Jó, aha. Hogy? Ha, oké. Életet találnom, ott van gomba. Egy gombában 4 darab ilyen élet van, jó van. Vagyok már, főnök. Ha? Ja, hogy izé? Ha neki kéne esnem? Mi a küldi? Győzd le Waltert. Hát akkor... Ha? Mondom, a pajzsát le kéne valahogy venni. Fönn van a Type-C-n, aztán tölt a csávó. Na és most?
Aha. Launcher can't keep the shield up when he attacks. I will not be stopped. Gyere! Baszd meg! Pont kifogyott a lőszer. Talál, akkor nem tudod. Addig vagy sokkolódva, amíg... Lekapcsoltuk a töltőről. Now for my spear. Gotta shut this monstrosity down for good. Useless. The whole thing's on fire. You gotta get out. Aha. Ez volt a prostata vizsgálat. Kemény volt, ez igen csak látványos volt. Valami gép volt a fejébe. Szerencsére, hogy nézem, leszállt magától. Én voltam az erősebb. We did it. I wonder what everyone back in the settlement thinks about what just happened. To see a metal devil rise from the dead? Guess you better report to the Admiral and find out. Go on, it's okay. I'll catch up. Don't leave me waiting too long. Silence? It's done. Landra's dead. Excellent.
I expected put up a fight. Yeah, you could say that. He threw a Horus at me. Did he? That couldn't have been easy to defeat, even for you. I had help from one of the Quen. And I'm sending you some data from Londra's implant. See what you can find out. Londra's personal logs should indeed be fascinating. I'll keep you posted on my progress. With Londra gone, I could poke around the Burning Shores for a bit. Or I could head for Fleet's End and get back with Seika. What's that? Oda hogy tudok fölmenni? Admirális, generális. Aloy, when we saw the metal devil rise from the hills, it was as if the time of ashes had come again. To think that two of you defeated it by yourselves, it staggers the imagination. And that's not even your most important feat, as far as I'm concerned. Thank you for returning our lost brothers and sisters. What else can I say but that we are in your debt? All I ask is that you give my friend here the credit she deserves for all the risks she took. I would have it no other way. Is he gonna try to take your focus? I was wondering the same thing. Well, he can't. You're gonna need it. I'll show you why. Seika, meet Alva. The two of you will need to coordinate in order to reunite the expedition. Beta briefed me already. I'm so glad to see you guys. You should have heard the cheer that went up when I told the others here in Lamfall that your half of the fleet survived. Diviner Alva, it's an honor. Likewise. Well, we can chat about all the details later. For now, shouldn't you two be celebrating the fact that you just took down a Zenith and a Horus? Come on. Away with you. Kulivam. Yeah, to be honest, I'm pretty terrible at celebrating. I don't even know where to begin. Well, I'm a sailor, so it usually starts with alcohol. I think we have some bilge blaze. You know, spirits distilled from whatever hasn't spoiled in the ship's stores. Oh, you make it sound so good. Yeah, it's not really for beginners, so you get a pass this time. Okay. But there is something I wanted to talk to you about. Meet me back where we first met when you can, okay? Okay. I'll see you there. Na, mert ez itt nem jó. És menjünk oda. So, Seika wants to talk. It's good. And I know I need to move on soon, but I'm not really ready to say goodbye to her yet. Before I find her, maybe I should look for her sister around the settlement, just to see how she's holding up. Beszélj Kínával. Ő ki Kína? Ja, a tesó. Akkor vele beszélni kéne. Először beszéljünk Kínával. De szép neve van. Chinese. Végül talán igazad volt az egy órával kapcsolatban.
Még lenne egy pár, itt vissza kellett volna jönnöm a városba, itt lett volna egy pár mellékküldi. De hát túléljük szerintem. Hol van? De messze. Arra megyek, jó. Like some of the quim from Laundra's bunker came back. Hi, Kina. I'm Aloy. We didn't get properly introduced before. Of course. Seika told me about everything you did to bring me back. You must think I'm such a fool. No. I keep replaying everything in my mind, and I still can't understand how I could have been so wrong. When Walter appeared to us, he really did seem divine. Well, he had a lot of experience manipulating people. Centuries, really. He promised a whole new world. With me at his side. To think it was all a lie. And I fell for it. Look, you've been through a lot. I'm sure it will take you some time to work through it. Just try to remember that Seika's been through a lot too, okay? She risked exile to find you. Not to mention death. And I abandoned her. I don't know if she'll ever forgive me. She will. But you might have to work for it a little. I'll do my best. I'll do my best. Good luck, Kina. Tudtuk? Ugri bugri, Jar Jar, ugri. Ja, hogy olyan messze. Aha, de most izé. To be nervous, right? Yeah, right. There she is. You must feel pretty good. Got your sister back, your people. What's next for the woman of the hour? You're the one who ripped apart a metal devil from the inside. I think you should get a bit of credit, too. Maybe a little. As for what's next, the Admiral's going to need my help to reunite our half of the expedition with Alva up north. And after that, I don't know. I don't think things will ever be the same with my sister or my people. You're not going to sail back with him? I want to see home again. Someday. But things have changed. The Quen don't know what to do with me, and I don't know where I fit in. I guess you know what that's like. Yeah. At this. For a long time, I hated the idea of home. For me, it meant where I grew up, where I wasn't wanted. But the thing is, the last few months, I've realized that home isn't really a place at all. It's more like the people I want to be with. I like that. And, well,
more and more I've been thinking, I want to be with you. And I was hoping that you felt the same way. Again. And what if I do? I think I know how to handle it. Enough to know how you feel. I don't know when I'm gonna see you again. Me either. But no matter what happens, just don't forget about me. Okay? Hát ez muszáj. Erről majd mindjárt mondok valamit. Mert észrevettem valamit a játékban, csak megvárom a főcímet, mert közben szeretném elmondani. Észrevettem valamit, ami nekem annyira nem tetszett. Szerintem ti is észrevettétek. És... elértem a 60. szintet, végigvittem a játékot. Na, srácok, nagyszerű játék volt. Ezt el kell mondanom, gratula a készítőknek, tehát a világ nagyszerű. A sztori szerintem jó, bár néhány helyen elvesztettem a fonalat, srácok. Egyet áruljatok el. Mikor mentettük meg a világot a piros növénytől? Mert ez nekem teljesen kimaradt, bocsánat, de hogy így konkrétan fogalmam nincs, hogy a játék melyik pontjában... írtottuk ki a piros cuccot. Oké. Tehát így, minthogyha erről megfeledkeztünk volna, és így ment tovább, és már a zeniteseknél tartottunk. Tehát valahogy így, honnan ered, mi volt a forrása, és hogy győztük le, ezt fogalmam nincs, hogy mikor tettük meg a játék folyamán. Ez lehet az én hülyeségem, de valahogy ez nem áll össze nekem. Úgyhogy emiatt azért van a sztorival néhány problémám. Azt sem magyarázták túl, hogy oké, az emberek elindultak, még normál módon a... Köszi, Reptile, a csillagokba, és ott nem tudjuk, hogy mi történt velük, és örökké élnek, implantátumok, fejlettek, mit tudom én mi. Hogy ott mi történt velük, nem tudjuk. Nem derült ki, csak visszajöttek és power. Ennyi. Hatalmas erejük van, örök életűek. Csak amit annyit mondtak, hogy néhány szóval megmagyarázták, hogy mit tudom én, sejtfejlesztés, meg mit tudom, így megmagyarázták, de ez nekem kevés volt. Erről lehetett volna egy cikk, vagy beszámolhattak volna, vagy egy naplóbejegyzés, vagy bármi. Lehet, hogy el volt rejtve a játékban, de ugye nem találtuk meg. Szóval vannak szerintem hiányosságok a sztoriban, de ez lehet, hogy az én figyelmetlenségem volt, valami elkalandoztam és nem figyeltem. Igen, de hogy ezt egy kicsit jobban meg lehetett volna ünnepelni, tehát hogy így már haladtunk is tovább. Nem tudom, ez valahogy elvesztette a fontosságát, az alap probléma ez volt, ez a piros cucc, az üszök, vagy mi volt a neve. Annyira már el is felejtettem a nevét. Tehát, hogy így elcsökevényesedett az alap konfliktus, és lett egy nagyobb, ugye a zenitesek, és így elfelejtettük.
De mindegy. Ez mondom, lehet az én hibám, tehát hogy azért volt ez egy kicsit szerintem problémás, mert nagyon kis hangsúly volt rajta. Két mondatban elmagyarázták, és lehet, hogy pont arról lemaradtam. Mindegy, mert úgy ugye beszéltem hozzátok, csetet olvastam, stb. Mindegy. Szerintem kicsit a problémát elbagatelizálták a végére. Amit még észrevettem, és ami nekem ebben a játékban nem tetszett, az az, hogy gyakorlatilag minden főszereplő... Igen, értem, valóban eltűnt, valóban egy csomó mindent megtisztítottunk, de hogy, mint mondtam, az alapkonfliktus ez volt, és nem kellően ünnepeltük meg, nem volt egy videóbejátszás, nem volt egy izé, hogy ünnepelnek mondjuk a pusztadalban, táncolnak mondjuk, vagy énekel a kórus, vagy akármi, hogy megmentettük a népet, mit tudom én. Lehetett volna. Igen. Valóban. Na mindegy. A lényeg az, hogy szerintem kicsi volt a visszajelzés az alapkonfliktusra. Ami még probléma, az összes pozitív karakter a játékban, és jelentős karakter nő volt a játékban. Nekem ezzel semmi bajom nincsen, de azért ne essünk át a ló túloldalára. Tehát nem volt kb. Főszereplő, talán Worl, aki férfi volt, és erős szerepe volt, de szerintem kevés. Gyakorlatilag Zó, a jósnő, a végén a barátnőnk, kb. Mindenhol csak nők voltak, egy-két férfi volt a dologban, nekik szerintem kisebb szerepük jutott, ugye a fehér fejű csávó, akinek egy karja volt, a nevüket most annyira nem tudom, az ebetűs csávó, de ő is csak kicsi volt, kis szerepet kapott, Silence is szerintem kellően úgyhogy főleg a negatív szereplők voltak férfiak. Hát értem, de ők nem voltak főszereplői a játéknak. Szerepeltek férfiak a filmben, de főleg számunkra semleges vezetők voltak, és vagy semleges karakterek voltak, és nem kellő sztorikban. Tehát, hogy nem volt egy férfi partnerünk egy néhány részig, stb. Stb. Csak a Worl. Szerintem egy kicsit most túlestek a ló túloldalára a készítők, de ez mellett el tudok menni, ettől még ez egy nagyon jó játék volt. Amit még szerintem számomra nagyon bonyolult volt nekem, mint boomer, most már lehet azt mondani, 36 éves leszek ma holnap, a fegyver és a pajzsrendszer számomra nagyon bonyolult volt, és ez a fejlesztéses díj, ez szerintem teljesen fölösleges volt, vagy legalábbis én nem láttam nem láttam az értelmét. Szerintem túl bonyolult volt, hogy cserélgesd a ruhákat, ezerféle fegyver, ez arra jó, az amarra jó. Szerintem az egyben is már kezdett egy kicsit bonyolult lenni, de ott még nem volt ennyi dolog benne, most viszont totál káosz volt számomra, és ahogy észrevettétek, nem is foglalkoztam vele. Tehát leszartam, mert egyszerűen nem volt kedvem olvasgatni negyed órát, hogy most melyik pajzsot vegyem fel az adott küldetéshez, meg hogy éppen melyik dínóval küzdök, akkor cseréljek ruhát. Számomra ez nem tetszett. Igen, de ezt mondom, hogy te is csak kétféle íjat használsz. Nekem az a dárda, ez bejött, ez nagyon erős volt, talán túl erős a többihez képest. És voltak fegyverek, amit nem is vettem a kezembe. Szóval, illetve a túl sok debuff, ugye még a bekerült ez a víz, amit igazából egyik fegyverem se sebzett végül. Meg bekerült még az a lila, az talán nem is volt az egybe, vagy lehet, hogy volt, de hogy nyilván annyi fajta debuff volt, vagy ilyen elementál sebzés, hogy már nem lehetett nálad annyi fegyver, hogy mindet sebezzél kb.
Úgyhogy szerintem ezt túl bonyolították meg, az ilyen speciális, a követő nyíl a végére, aztán nagyon kellett az a modern fegyver. Nem tudom. Szóval bocsássatok meg, de ezt annyira nem élveztem. Igen, két íjjal végig lehet vinni a játékot, semmi értelme a többinek. Ennyi. Az ötletek szerintem nagyon jók, ez a lebegés, a repülés a végére. Kevés hangsúly volt a kemencéken. Nem tudom. Vegyes érzelmeim vannak a játékkal, de én egy erős 7-est adnék a játékra a 10-ből. A sztori miatt, ami nagyon jó, csak kicsit szerintem elbagatelizáltak dolgokat, ezt amit mondtam. Viszont a táj, a világfelépítés, Aloy karaktere, a végén ez a kis szerelmi szál is tetszett nekem. Igen, meg a skillfa is egy kicsit bonyolult volt nekem, meg ez a sokfajta erőhullám. Egyet használtunk a játékban. Értem, hogy sokféle build van, csak teljesen fölöslegesen. A fanok megtalálják benne a dolgokat, mi nekünk csak túl bonyolították. De ez talán így jó. Van lehetőség rá, de nem kell használni a játék ebben a játék szakaszában, nem tudom. A sztori miatt, meg a képvilág miatt ez nagyon erősen felhúzták, a fegyverek nekem lehúzták, úgyhogy egy hetest adnék erre a dologra, erre a játékra, mind a alap sztorira, meg mind a kiegészítőre, de amúgy egy érdekes szemszög, egy érdekes világ, és jöhet a harmadik rész, ahol ugye Nemezis ellen fogunk remélhetőleg küzdeni. De azt tudom mondani, hogy várom, tényleg jöjjön, játsszuk végig azt is. Ennyi. Igen, igazad van, csak maga nekem bonyolult volt, és ezért nem használtam. Emiatt ez nekem negatív, mert túlságosan bonyolultá tette ezt a részt. Igen, ez is egy nézőpont. Valóban igazad van. Szerintem túl sok fajta pajzs volt, de hát ez van. Végül is régen is a Diablóban is ezerféle pajzs volt, és mindenki ugyanazt a bildet rakta. Talán igazad van. A zene nagyon jó. Jó kis mellékküldetések voltak, nem volt unalmas a játék, nem volt monoton a játék. Ami például egy Hogwarts Legacy-nál el sem tudnék mondani, vagy egy Jedi Survivor-nél. És nagyon monoton volt a játék. Tetszett, hogy mindenért kapunk XP-t és skill pontot, amit el lehetett osztani. A skillfa felét kidobtam volna. Fölösleges. De ez is egy olyan dolog, hogy nem fejlesztettem ki a küldeté a skillt, és akkor nem volt meg kész, hát ennyi. De az open world tetszett, kellően nagy volt a map, mégsem vesztem el rajta, a gyors utazás rendszer nagyon jó. Tényleg csomó pozitíva van a játéknak, ami igen, szuper volt a végén a Horus, szuper volt a végén az, hogy összefogott mindenki, és együtt mentünk el arra a szigetre. Szuper volt. Szerintem ez az új, ezek a modern, hát nagyjából ugye olyanok voltak, mint a korruptorok, ugye, csak modernebbek, ugye a mi a nevük? Nem tudom. De a Horus is szerintem a küldetést is nagyon eltalálták. Hogy igazából a fő ellenség nem is a csávó volt, hanem a Horus. Jó volt, szerintem kellően reálisan festették le, hogy hogyan ölnének meg egy ekkora gépet. A drónok, igen. Szóval
Ja. Nagyszerű. Tényleg. Jó volt a játék, és 10 óra, befejeztük. Csak így tovább a játék készítőjének. Tényleg minden elismerésem nekik. Ez megérte a pénzt. Tehát, hogy ez egy 80 dolláros, 80 eurós játék lenne, nem annyiért vettem, ugye? De megérte. Közel 60 órányi szórakozást nyújtott, és még lenne benne egy csomó, ha nem streambe vittem volna végig, lehet, hogy kimaxoltam volna. Ja. Tetszett a játék. Vártam a következő részt. Jó volt. Minden elismerésem, és köszi Feri, hogy motiváltál arra, hogy én is kezdjek el vele játszani. Abszolút adom. Következő játékra is így készülök, remélem az is nagyon jó lesz. Plague Tales. Azt fogom kezdeni pénteken. Este 6 óra körül. Magyar felirattal azt is, hála Night Visionnek és csapatának. Igen, úgyhogy... Igen, annak is várom a sztoriát, Subnautikát is nagyon várom, hogy legyen, most nyilván anyagi megfontolásból lesz a Plague Tales, vagy Plague Tales, de augusztusban szeretném azt is végigvinni. Illetve Maxival beszéltünk arról, hogy jó lenne kipróbálni ezt az új ingyenes Survivor játékot. Meglátjuk, hogy lesz-e lehetőség. Az egyedül nem jó, de csapatban talán. Lehet, hogy ilyet is hozunk, csak Maxival még le kell ülnöm beszélni, csak nyaralni van. Remélem jól érzi magát, és remélem kellően kipiheni magát, de meglátjuk. Nagyszerűen éreztem magam, srácok, és még egyszer szeretném megköszönni a több mint 800 feliratkozót. Úgy látom, valaki az elmúlt fél órában is úgy gondolta, hogy már nem vagyok elég jó neki, és leiratkozott. De nem baj. Az a lényeg, hogy pozitíva a stat, de mindenki, aki ide néz, légy szíves, lájkoljátok a videót, osszátok meg barátaitoknak, gyertek fel Discordra. Én jól érzem magam itt veletek, beszélgetek veletek, igyekszem minőségi tartalmat nyújtani. Biztos, hogy én vagyok a legtehetségesebb streamer a világon, de szeretem csinálni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát, srácok, legyen szép hetetek. Annyi, hogyha holnap szakad az eső délután, akkor lehet, hogy lesz valamilyen stream. De ez csak akkor, ha szakad, mert holnap kinti programot szerveztünk a kollégákkal. Ha nagyon rossz idő lesz, akkor nyilván nem megyünk, akkor lehet, hogy lesz stream. Írok Discordon majd. Jó? Meg itt is figyeljétek az értesítéseket. Jó éjszakát! Szevasztok! Hello!